Sziasztok és üdvúj rét! A JavaScripti single threaded témáról szól ez a videó, ami nem jelent más, mint hogy a JavaScript programozási nyelv egy szálon fut. Ha ez eddig nem tűnt fel, lehet azért van, mert nagyon gyorsan hajtja végre az utasításokat, de ezeket az utasításokat mindig lépésről lépésre egymás után hajtja végre. Ennek köszönhető az, hogy egy tekercs cérnához vagy egy kicsit szokatlan módon egy pókhoz hasonlíthatjuk, aki beszélje az internetet, de egyszerre csak egy szálat, egy fonalat használ. Ha egy kicsit ízlegetjük az előző példánkat, amit a callback során használtunk, ott is láthattátok, hogy lépésről lépésre hajtottuk végre az utasításokat. Vagyis volt ez a square A, ah, az meghívta ezt a multiply függvényt, az visszatérítette az értékeket, és azután ugrott át a square B-re, az meghívta a multiply függvényt, az végrehajtotta az utasítást, utána visszatérítette, és oda került az érték. Ha játszunk egy kicsit a gondolattal, hogy mi lenne akkor, ha több szálon futna ez a JavaScript, akkor azt vennénk észre, hogy ez a square sum függvényünk egyszerre kéne végrehajtsa ezt a két műveletet, szóval párhuzamosan kéne őket végrehajtani, így ígni. ezek a maguk idején meghívnák egyből ezt a multiply-t, és ezek párhuzamosan térítenék vissza az értékeket, és valószínűleg sokkal gyorsabban kapnánk eredményt. Például, ha ez a zág tartana 20 másodpercig, a másik ág is tartana 20 másodpercig, mivel a JavaScript single-threaded, vagy egy szálon futó programozási nyelv, ezért ez összesen 40 másodperc lenne. Viszont, ha valahogy sikerülne párhuzamosan megcsinálni ezt az egészet, akkor ez nem jelent mást, hogy legjobb esetben 20 másodperc alatt végeznénk az egész programmal. Legrosszabb esetben pedig 40 másodpercig tartana, természetesen. De, mint ahogy ti is tudjátok, mivel már elmondtuk a videó elején, a JavaScript egy szálon fut, és az őszintén szóval limitálja a nyelvet. Ezért van szükség az aszinkronitásra, erre a fejezetre, amiről ebben a videósorozatban beszélünk. De most mutatok nektek egy példát, amiből szembeszökő lesz ez a limitációja a nyelvnek. Itt is van a kódunk, van egy konszol logunk, ami az alert előtti kódszöveget írja ki a konszolba, van egy alertünk, ami a katt az ok szöveget jeleníti meg, és már egy User Interaction-t, vagyis felhasználónak rá kell kattintani az OK gombra, és nem utolsó sorban még egy Console log az alert után, ami köz, hogy az OK-ra OK kattintottál szöveget, fogja nekünk kiírni. Átnavigálunk a böngészőbe, meg is van nyitva itt a mi kis oldalunk, ki van írva a js Single Threaded, mivel erről a témáról beszélünk. Most, ha frissítem az oldalt, akkor látjátok, eltűnt innen a szöveg, kiírta az alert előtti kód szöveget, és nem utolsó sorban megjelent az alert is, katt az okéra. Okay és miután rákattintunk erre az okéra, okay kösz, hogy az okéra okay kattintottál szöveg megjelenik, illetve visszatért a szövegünk is. És itt maximálisan előjött a JavaScriptnek az a limitációja, hogy egy szálon fut. Mivel ha egy művelet nagyon sok ideig tart, az leblokkolja az összes utána következő műveletet, mivel itt egy ilyen szekvencia van, vagyis egymást követő műveletek vannak. És ha valahol sokat időzik a kód, akkor ugye bár a másik rész nem lesz addig végrehajtva, ameddig itt, például ezzel az alerttel nem végzett. És így a weboldalunk kárára is megy, mivel lehet vannak olyan dolgok, amivel interakcióba tudna lépni a felhasználó, de nem tud, mi meg van akadva a script mögötte. Ez a JavaScript. És ezt a problémát, az ilyen elhúzódó, időigényes, kódokra vonatkozó problémát oldja meg az aszinkronitás. És a következő videóban megoldjuk ezt a problémát, megírjuk az első aszinkron kódunkat, méghozzá callback function használva. Ha tetszett a videó, dobd rá egy lájkot, ha meg tetszik a csatorna és a munkásságom, akkor ne felejts el feliratkozni. Köszönöm, hogy megnézted a videót, találkozunk a következő részben. Sziasztok!